szabadságok, mert nem biztos, hogy abból kell feladót csinálnunk, akinek a legszebb a kosár érintése ilyenkorban, és nem biztos, hogy a legalacsonyabbból, vagy a legmagasabbból. Ehhez én azt gondolom, hogy nagyon fontosak a személyiségi jegyek. Én is abból próbálom mindig így kimazsolázni, és nehéz, hogy kiből csináljunk feladót a klubon belül, akin azt látom, hogy magány, akit ha kérdezek, ha válaszol, ha megkérdezek, ki a legerősebb, nem lép így hátra, az előbb ez volt az első kérdés, hogy ki a legerősebb, mindenki hátra lép. Nincs itt a feladónk. Tehát a lényeg az, hogy az elejétől elkezdjük a dolgot. Hogy építem én fel, ahogy látjátok a bevezetőben, nem ez a szentírás, de hogy építjük fel a kosár érintést. Illetve nem is teljesen az oktatásáról szeretnék beszélni, mert nyilván bizonyos alapokat, tehát most nem kezdeném el innen a dolgot, hanem amikor már van egy jó alapkosár érintése, utána hogyan képzem ezt, és hogyan folytatom. Itt kevés használható falfelületet találok ebben a teremben, de az teljesen használható. Egy két lány, aki ilyen piros labda van, kérem, hogy felvegyek ahhoz kérdik, ilyen félkorásban, de le is lehet. És ugyanezt a feladatot csak két kézzel csinálom már, beállok fel, hogy egy kicsit közelet, igen, szétnyitom, és jóval próbálom itt labdákat tartani. Nagyon szeretem ezt a labdát, de lehet, te egykezes vagy, te kétkezes vagy, kosárlabdával légy szíves, nálunk a következő. Itt még amire koncentrálok az elejét, az a csukló gombat, nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy mit csinál a könyökével, vagy egy nem csípővel, érdem, csuklóval szépen sokat csinálni. Amit már az elejétől kellene hangsúlyozni, a képviszi. Gyere, 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 gyere. Nagyon demonstratívak a jól láthatósági körmeik. Elveszem a labdát. Ügyes voltam. Nagyon jó. Ugye be tudom képzelni a labdát. Gyere közben vissza, közben megjön ezt magad, hogy ezt be. Gyere. És megpróbálom beállítani a karjait, vagy a kezeit úgy, hogy az jó legyen. A hüvelykujjak helyzete, azt leírtam a jegyzetembe is. Hüvelykujjak helyzete, nagyon fontos. Vagy egymás felé, vagy a szem felé mutasson. Mert hogyha ez fölfelé áll, akkor az nem lesz jó is. Ezt ilyen gyakorlatokkal lehet egy kicsit a falnál gyakorolni.
különböző labdákkal cseréljük ezt a labdát, hogy fejlesszük a kinesztézésnek azt a részét, hogy különböző labdákkal hogyan bánunk. Jó? Ez sokat csinálok. Sokat, mert edzés elején írtam egy-két ilyen ajánlást, hogy én hogyan csinálom ezeket a dolgokat. Edzés elején előbb jön a gyerek egy kicsit, főleg amikor már effektív feladóról beszélünk, és egy kicsit gyakorolgatja. Na most én hüvelykúj párti vagyok, tehát hogy ezt a technikát preferálom. Ugye, hogyha belássátok magatokat nézelőttök, nem mindenki ezt. Például az olaszoknál inkább ez a rotató új, középső új technika van, tehát ők gyakran dolgoznak ilyen technikai gyakorlatokkal, de ez nyugodtan lehet, tehát én is szoktam azt, hogy na most két ujjal fejfölé játszás, ezzel a kettővel, csak egyel, kezenként egyel, ezekkel lehet játszani, de én ezt a technikát szeretem alkalmazni, ezt tanítom, jelenleg ebben hiszek, lehet, hogy ez majd változni fog. Szóval ezt bármilyen módon lehet.
rálépni, hogy akkor ebből a kinyújtott helyzetből, ebben a helyzetben várja a labdát. Kérem szépen, cseréljetek, aki tud. Te maradsz, neked az kényelmi. Ebben a helyzetben várom a labdát, igen. És csak oda beengedem az érintés helyét. Bocsánat, nem mondtam el minden. Na, tehát onnan föntről, és csak ott tartsd meg az érintést. Gyurcski, nem ez volt a helyzet. Igen, onnan jön a labda. És beengedem. Egy mozdulattal. Aha, az már egész jó. Igen? Igen, egy kicsit korán volt. Próbáljam én meg, hát ha meg tudom csinálni. Tegnap este sem legyakorlottam. Lehet, hogy csak én tudom beleképzelni a labdát, de szerintem ebben, hogy beleképzelni.
Fölfele, nem, nem. Egymás felé, vagy? Szent. Jobb hüvelykúja a bal szememet szúrja ki, a bal a jobb. Jó, gyere ide a kezed. Így, ahogy én. Érítsd össze az ujjaidat. Minden új párra jöjjön össze. Azaz, igen. Nyisd szét az ujjaidat óvatosan, és ebből nyúlok ki. Jön vissza, összeérik minden. És meg. Jó? Tedd le azért, keverd össze az ujjaidat. Itt, amely megtalál. Mutasson pisztolyt minden. Pisztolyt. Mutass pisztolyt. De ki? Gyere. Feszes, mert távolítom egyiket a másiktól. Távolítom. Mert még nem lazán van közel. Tehát ezt a távolított helyzetet emelem ide föl, és abból nyitom ki a többi. Oké? Okay? Távolítani kell. Minden indul. Sűr. Oké? Okay? Na, hagyd lássuk akkor most az előző gyakorlatot, hogy dobod a társadnak. Szépen szép. Feszíti a hüvelykujját és a mutatóját, elkap magának földön, és meg. Jó, visszamehetsz oda. Nincs labdátok? Egyik se lesz feladó, nem szól, nincs labdátok. Azaz, hüvelykúj, nézd meg! Ja. Kitty. Kitty, hüvelykúj. Fontos, ez szerintem egy elég jól szemléltethető dolog, de ez a kulcsa, az egyik kulcsa szerintem a jó kosár érintésnek, hogy ezek az ujjak távol legyenek egymástól, mert így lesz, hogyha nem. Jó! Na, következő! Igen. Hát szoktuk látni ezt az egymás felé fordított tömöret. De most erre gondolok. Két kéz együtt megy, vagy egy kéz külön. Olaszok csinálják ezt egyébként, hogy az egyik kar előbb érkezik. Kéz ezzel álló, nem tudom, hogy igazából mérjük az neki. De a lényeg az, hogy egyik kéz, és utána hozza fel a másik. Az egyiket és a másik. Sok veszélyt rejt ez számomra, kettős érintés, nem egyszerűen. Így is meg lehetne egyébként figyelni, hogy ezt tanítja mindenki, és mégis van, hogy az egyik kéz egy kicsit lentebbről érkezik, tehát ezért fontos a kar felvétel. És? Ja, hát nem? Nem azt csinálnám, amit kell, mert ennél lejjebb sose volt a kezed. Mérkőzés szituáció, kicsit fogok így
láttatok, láttatok-e különbséget? Nehéz megfogni a kollégát, nem elég jól képzett. Nagyon gyakran előfordul, Kitty és Kitty jöjjön előre. Azt látom, hogy öt ember jön, már teljesen tiszta volt, hogy a négyesre ment a labda, a másik négy meg még jött a feladó, ugye nem csinálta meg. Az lett volna a figyelme, még ő is megcsinálta. Jó, tehát az időzítésnél tartottunk, hogy fontos az, hogy időben vigye föl a gyerek a kezét, ne előbb, ne később. Ha később viszi fel, akkor itt fog találkozni vele, ha korán viszi fel, így nem lehet gyorsan fogni. Azt mondanám, hogy tedd föl a kezed így, te meg ne tedd föl, és verseny a túloldalig, így nem fog odaérni. Oda fog érni, csak egy kicsit később, mint a társad. Jó. Három embert kérek, hogy többiek egy picit pihenjenek. Gyorsan, oda egy előre.
A feladat a következő most már. Tudjuk a karfelvételt, iskolázgattuk a csuklót, elkezdjük a szöget változtatni, mert most már elfordulást is szeretne. Dobott labda, eltap, kidob, ezt a fázis most egy kicsit átugorjuk, megpróbáljuk egyből egy ilyen lassított érintéssel, tehát egy kicsit ilyen tartott labdával csinálni a dolgot. Mégpedig a következőkre figyelünk. Azért szeretem a fitbolt egyébként, mert azon azért tud egy kicsit mozogni, tud vele fordulni. A zsámon is megoldható, de sokkal macerásabb oda cipelni, mint a fitbolt, ha van. Jó? Tehát a következő kiinduló helyzet, karok itt lazán, előre dőlsz egy picit. Jön a labda, nyúlok a labdáé. Aha, hogy nyúltál érte? Szembe van gyakorlatilag az egyik kis pillanatában bejátszás fejével, kis sűjesztés, és fordulok is, próbálj meg, egy picit csípővel is fordulni. Jobb láb elől természetesen, picit vele felé fordulsz. Igen, és. Igen. És te közben battintod azt nekem, tehát itt ügyesed. Igen. Nehezebb labdával egy kicsit, feladó labdával,
Ez az, tökéletes. És már jött? Nagyon jól érte. Na, szuper. Azt odafordulok és megtartom. Abba az a egész közel. Lehet, hogy jobb kezes vagy, Lora? Vállalni, illetve a csuklom kapcsolódik itt benne. Nyilván egy ilyen vált mozdulat,
vissza rendesen, én csak a kollégát, így, ide jön a lap. Thank you.
Mi volt a különbség? És a bal állam felé fordulok, tehát két felé fordulok, a bal állam felé, a földoló labdát, és a jobb állam felé fordulok. Hogyha én jól akarom csinálni, és ráfordítom a bal államat a feladásra, onnan elég kényelmetlen megfordítani ezt az irányt. És innen visz. Bocsánat, hogy itt ugrálok, de ez van benne. És itt jövök befele. És ezzel kiveszem ezt. És amint ezt kivettem, már egy lépcsőfokot lépett innen, ennek magam. Oké? Tehát bal vállnak, ez is egy következő szerepén befordulok, és belülről nézem meg, hogy hova adtam azt a labdát. Jó, de még nem beszéltünk lábmunkáról, ez jön most. Oké? Arról már beszéltünk, hogy melyik láb van elől. Melyik, csajok? Hát ti is tudjátok. Jó, balkezeseknek? Hát a jobbkezeseknek. Jobbkezeseknek? Nincs különbség. Mindenkinek a jobb lába van elő feladása. Oké? Miért? Elmondtuk. Elmondtuk, hogy jobb lába van elő. Igen. Mert hogyha... igen. Mert ebben a helyzetben a csípőt túlfordítani szinte lehetetlen, a vállat azért lehet, de ez szépen megadja nekem az irány az antenna felé. Jó? Úgyhogy ez fontos. Lábunkra oktatásra kérem azokat a steppadokat hozzátok ide le. Ide le. És álljátok be egy méterenként a hálóval háttal. Ezt te is csinálhatod, lábad van kettő. Kettőt tudod használni. Gyertek egy picit, így osszuk el a távolság. Ugye a bejátszás a mezőből jön, onnan indul. Gyertek nyugodtan, lehet gyakorolni a lábunkát, mert ha látok valamit, azt elfelejtem, ha hallok valamit, azt is, de ha csinálom, azt talán egy picit jobban berőzünk. Ez a kiinduló alaphelyzet, ugye, valahonnan innen fog jönni a labda, tehát egy válszéles terpezben állok, térdeit elhívjuk hajlítva, és készülök arra, arra itt van magam előtt, jó? Készülök arra, hogy valahova menjünk, mert el kell érni ezt a labdát is, de ezt is fel kell tudni adni, és onnan indul. Most egyelőre labda nélkül csináljuk, csak imitálnunk kell. Első lépés. Páros számot, hogy mindig bal jobb legyen a vége, megtanítjuk,
Thank you.
és el kell hagynunk feladás részletében az általam adott libellóvalót. Jó? Ott be fogsz indulni. Figyelj! 1, 2, 3, 5, 6. Tudjuk meg. Jó? Próbáljuk meg a 4 lépést megtartani. És 6, 1, 2, 3, 5. Jobb láb kerüljön elő. Következő. És innen hozza a karját. Úgyhogy itt legyen a kar, időzítés volt egy-két korai. Másik tipikus, hogy topognak a
akkor úgy, de a lényeg az, hogy ott már nincs most. Meg kell állnom abban a pillanatban, és nem lehet ez. Most a következő év fog jobban előjönni, mert most már nem lesz fejfelé játszás. És kíváncsi leszek arra, ki az, aki bele tud állni abban a pillanatba, és csak utána lép ki belőle. Jó? Beindítod. Ott maradhat ugyanúgy a két ember, de nincs fejfelé játszás. Attól függően, igen, az energia szempontjából.
jön a feladó, vagy itt a feladó, onnan jön egy labda, akkor sokkal nehezebb bármit csinálni. Most még nem beszélek arról, hogy az első soros négyes ütőt nyitjuk, vagy ki akarjuk tolni, vagy mit tudom. De, hogyha jön egy feladó, látták, hogy az előbb dobta neki kettő, ő még nem feladó, még lehet, de onnan dobta, és oda kellett visszaadni, nehéz. Ötös helyről baromi könnyű. Most belemeltünk abba, hogy attól függ, honnan jön egy nyitás, csak onnan jön egy nyitás, és az ötös még gyakorlatilag csak szembe kell állni, onnan jön egy nyitás, bárhova tudod. Előre könnyebb negatívat adni, mint hátra. Hogyha a hátra mögül jön, és azt vissza kell, az a legnehezebb szituáció. De ezt iskolázni kell azzal, hogy mindig máshonnan dobom be nekik a labdát, hogy ehhez tudjunk alkalmazkodni. Mi, és mindig. Jó, másik dolog, ami lesz szintén háki. Majdnem előfordult egy ilyen szituációt, de szerintem is így javították saját munkat. Erre is van, nincs, meg kell tanítani a gyereket. A gyakorlat, az a gyakorlat, hogy minden el kell jutni, meg kell futnia, és kap egy dalt. Mi történt 15? Dobtad általában, hogy jöttem, áldottad.
Mindig fontos az, hogy tudják, hogy a játékban indulhat-e
fejlődés, és messzire ez egy hatalmas, hatalmas fejlődés, látványos az előtt. Iskolázok azt, hogy onnan fut be, innen fut be, ötös helyre fut be, onnan jön a bejátszás, innen jön a bejátszás, az ívek, magasabb ív, alacsonyabb ív. Tehát ezekre időt kell szakítani, akár főrészben is írtak, tehát hogy ez nem feltétlenül csak amikor már nem feladom, hanem mindenki ezt változatos. Ott egy ember, aki indul, itt egy ember, és dobok egyet neki, ő befutott, dobok egyet neki. Tehát, hogy folyamatosan pörögöl, és minél kevesebb
már kettes helyre. Nem adom kettes helyre, vagy csak kérdés helyre. Erre nincs. Nem baj, de akkor megküld egy lájkot, hogy bejön. Yeah.
összekötjük egy más feladattal. Menj egy picit át. Én mondom, hogy egy, amikor érintek, egy, te mondod, hogy január. Én mondom, hogy kettő, február. És így elmegyünk 12-ig. Igen? Majd jövünk vissza. Én a számot mondom, te meg a hóna. Jó? Mindezt hangosan, hogy a cica megjegyen és megjel még egyszer, hogy jel. December! A cicának van, hogy nekem ad vissza, édes. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, ide a kezemnek az övé, hét, nyolc, ebbe a kezem érik, és utána kilenc. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nagyon jó! A legokosabbat kiválasztottam. Én gyümölcs, ő szív, én zöldség, teljesen minden. A végtelenségig lehet variálni, de már koncentrálnék el egy másik feladatra is, a technika mellett, és a társára is, és ezt beszéd nélkül nem tudjuk megcsinálni, mert gondolni, nem tudok gondolni egy állatra, ő meg egy gyümölcs. Nagyon jó. Itt van-e, illetve miért nem, itt van a célpont, és hol? Fiatal barátom. Bocsánat, a legfiatalabb barátom a fiatal barátaink között. Ha itt lenne a bejátszás helye, vagy itt lenne a védekezés helye, vagy itt lenne a nyitásfogadás és a védekezés között, alapvetően abban a szempontból, hogy mennyi időm van rá, időben,
tovább is játékszituációra. Játékszituációban még nem megy, akkor visszalépünk egy szintet. Amikor kevés inger van, akkor sem megy, akkor megint egy kis csak technika is. Ezeket varjálni, ezt a három lépcsőfokot használni, mert nyilván a lényeg az, hogy játék közben menjen a dolog. Na de hogyha ott nem megy, visszalépek egy szintet, edzés elején, hogy közepének az elején. Hogyha az sem megy a következő edzésen, jó. Van egy kérdés. Remélem, hogy rengeteg, de minden nincs idő mindenre. Én ezek mentén szoktam a csapatommal, feladókkal foglalkozni. Próbálom ezeket a dolgokat az edzésbe beépíteni. Nyilván mindent nem tudtam elmondani. Kicsit láthatom a dolgot, és ezt én hogy csinálom. Én arra biztosan benneteket, hogy mindig próbáljuk valamit. Kosárlabdánál, meg nehéz labdánál is, hogy megkísérje a labdát, és meg először tolja, hogy nem fog berögzülni, hogy elpattanul, ne, tehát hogy utána tud majd elpattanul érintést csinálni. Abszolút, ez a tapasztalatom, igen. És kicsikkel nem foglalkoztam, én már a középiskolás iskolai szinten csinálom, és én őket úgy oktatom már, hogy tehát ezt a fogát, ezt még én nem csináltam, mert tök jó gyakorlat, de akkor lehet lenni csinálni, nem fogjuk megszokni. Igen, tehát ez nyilván, hogy kialakul van benne egy kosárérintés, ez utána jön, ez egy technika javító gyakorlat már, érdekes, hogy ezt hívjuk javítónak, amikor sokszor ezt akarjuk kijavítani, de az más. Tehát, hogyha nyilván nem szuperbenikai csináljuk ezt, minél lehet ezt elkezdeni, hogyha ezt te szabályozod és felhívod a figyelmet arra, hogy nem, de ez erről szól. Ettől, mert ez a mozgás bennünk van, nyilván minél tovább birtokoljuk a labdát, annál precízebb lesz a feladás. De ugye effektíve labdabirtoklásról a labdában nem beszélünk. De nagyon fontos, ettől lesz néma hangtalan ez az